Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirana részére. Kedves Mirana, üdvözöllek téged. Te tudni szeretnéd, hogyan tovább, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Te ezt a felvételt asztrológiával kérted, az indiai számítás szerint, és ezzel indítanék. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a mérleg jegye kelt fel a keleti határon. Ez befolyásolja a te külsődet, a te fellépésedet és a személyiségedet. A mérleg jegyének szüksége van a belső harmóniára. Akkor, ha ezt így éled át, ki tudod mutatni a személyiségedet, van egy magabiztos fellépésed. A mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik, és az mutatja a nőiességet, a szépséget, te egy szép nő vagy, olyan nőies a fellépésed, és a férfiak ezt észre is veszik. Itt a mérleg jegyében, az első életházban van nálad Mars bolygó, egy visszatekintő Neptun bolygó, és Kétu, a lefele mozgó holdcsomó. Mars bolygó mutatja az erődet és a bátorságodat, de Mars bolygó nem érzi jól magát a mérleg jegyében, mert a mérleg jegye szereti a harmóniát, Mars bolygó pedig a kihívásokat. És ha úgy van, hogy te be tudod bizonyítani magadat, vagy megvéded magadat, kimondod azt, amit szeretnél, a véleményedet, és később megbánod, mert arra gondolsz, hogy te megsértettél valakit, akkor te ezért mindig bocsánatot kérsz. De ez nem illik a személyiségedhez, hanem hagyd így történni a dolgokat. Nem kell, hogy lelkiismeret, furdalásod legyen. Használd ezt a Mars energiát is, hozzá tartozik a te személyiségedhez, mert az első életházban van. Itt található egy visszafele tekintő Neptun bolygó, és ez a visszatekintés utal a múltra, gyakran kármikus témákra. Neptun bolygó jól érzi magát a mérleg jegyében, mert Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója. Neptun bolygó energiája ez az inspiráción, meg az intuíción, és az passzol nagyon jól a mérleg jegyéhez, tehát neked megvan a tehetséged arra, hogy a művészi területen dolgozz. Itt található nálad Kétu is, a lefele mozgó holdcsomó, az is a múltra utal, itt vannak kármikus témáid. Szemben áll a hetes életház, mégpedig a kos jegye, és az utal a párkapcsolatra. Az, ami rád tükröződik, a lelki társad. És nála az ő horoszkópjában a hold a kos jegyében van. És az utal az ő érzelmeire. Itt van nálatok egy kármikus kapcsolat. Visszatérve a te horoszkópodra, erre a hetes életházra, itt található nálad Rahu, a felfele mozgó holdcsomó. Szintén egy kármikus csomó, és ez nem a múltra utal, hanem a jövőre. Azt, amit még nem ismersz, de meg kell, hogy ismerd, mert a lelked kiválasztotta ezt a sorsutat, ezt az életutat,
és ezt te a párkapcsolat területén éled át. Az ő lelki világa az itt a kos jegyét tükrözi számodra. Még egy tükörkép. Mint mondtam, abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a mérleg jegye kelt fel a keleti határon, ez befolyásolja a te fellépésedet, személyiségedet, ez a te aszcendentusod, és az ő horoszkópjában, a mérleg jegyében van az ő napja, Mars bolygó és egy visszatekintő Merkur bolygó. Itt újra érezhető ez a kármikus kapcsolat. Tehát itt van egy vonzó erő köztetek, és egy lelki kapcsolat. De mivel nála a nap a mérleg jegyében, Mars bolygó a mérleg jegyében, és egy visszatekintő Merkur bolygó, ami a múltra utal vagy a gyermekkorára, szintén a mérleg jegyében van, nem tud döntéseket hozni, mindig mérlegeli a dolgokat. Ha a mérleg jegye erős egy horoszkópban, akkor nem könnyű döntéseket hozni. És ez a bizonytalanság az, amit ő kimutat, vagy amit te érzel nála, és ezért teszed fel ezt a kérdést, hogyan tovább. Mert te vársz arra nap, mint nap, hogy ő egy döntést hozzon, és melletted álljon. Álljon ki e felett a párkapcsolat felett. Az ő horoszkópjában a nap a mérleg jegyében van, a hold a kos jegyében, tehát szemben állnak. Ő pár órával később született, egy teli hold után. Teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben állnak, a hold gyorsabban mozog, elmozdult ettől a pozíciótól, de még mindig a kos jegyében van, a nap pedig a mérleg jegyében, tehát van ez a szemben állás. Ez is olyan, mint egy mérleg, és állandóan mérlegeli a dolgokat. A nap az utal az ő gondolataira, a hold pedig az érzelmeire. És ezt mindig így összhangba kell neki hozni, de nem könnyű döntéseket hozni. Az ő horoszkópjában Szaturnusz bolygó a bak jegyében van, és jelen pillanatban itt mozog Szaturnusz bolygó újra, tehát van nála egy ilyen visszatérő Szaturnusz hatás. Szaturnusz bolygó az a sorsnak a bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Ez nála nagyon érezhető jelen pillanatban. Nem csak Szaturnusz kapcsolat van itt, hanem az ő horoszkópjában a Jupiter bolygó szintén a bak jegyében van, tehát arra is kihat most ez a Szaturnusz mozgás, ez a tranzit bevégünk, és vannak itt most sorsdöntő változások az ő életében, Jupiter bolygónál lehet egy bírósági ügy is, mert az igazságra, igazságtalanságokra utal, és így kapcsolatban áll a törvényekkel, meg a bírósági dolgokkal. Ez lehet az ő vállása is, idén vagy jövőre, mert Szaturnusz bolygó jövőre is hat rá. Az ő horoszkópjában Szaturnusz bolygó és Jupiter bolygó együtt van. Ezt úgy nevezzük, hogy konjunkción. Együtt hatnak. Nem tudja elválasztani őket. Szaturnusz bolygó az korlátokat tesz, vagy szeretne valamit egy ilyen formába önteni, és azt úgy megtartani. Jupiter bolygó pedig nem szereti a korlátozásokat,
mert Jupiter bolygó mindig ki szeretne bővíteni valamit. Tehát más a hatás. Ezért van nála mindig ez a belső feszültség. Az is előfordulhat Jupiter bolygónál, hogy szerencsét hoz, lehetőségeket, erre is utal, és ezt nem tudja élni, mert mindig úgy élte át a múltban, a gyermekkorában, hogy mások nem engedték meg, hogy kihasználja a lehetőségeit, és mindig ott voltak ezek a korlátozások. Ha ő most boldog veled, és ki akar veled egy boldog párkapcsolatot építeni, akkor az ilyen kiújulás, ezt mondhatnám úgy is, hogy Jupiter energiája, viszont ott van ez a korlátozás, a Szaturnusz bolygó, amikor ilyen gondolatai vannak, én ezt nem tudom átélni, ez nem hozzám tartozik, mert soha nem sikerült, akkor most miért lenne jobb a helyzet? Ez ugyanúgy lesz, mint a múltban is. Nem fogadja ezt el, mert ő ezt nem ismeri. Vagy fél attól, hogy ő túl sokat ad, túl nyitott, vagy túl sokat követel a párkapcsolatból, és valamikor jelentkezni fog ez a Szaturnusz energia, amikor érzi ezt a szűkös útat, a korlátokat, és nem tud ezekből a nehézségekből kilépni. Itt vannak nála egyrészt kármikus témák, ez a Szaturnusz bolygó energiája, mert őrzi a kármikus témákat, és mivel Szaturnusz bolygó tanít bennünket, ezt neki most meg kell tanulnia, hogy ne a korlátozásokat érezze a párkapcsolat területén, vagy más területen is, hanem a lehetőségeket, és akkor Szaturnusz bolygó másképp hat, mert segít abban, hogy meglegyen a biztonság érzete. Ad neki egy ilyen formát. Az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó, az a szűz jegyében van. Mutat egy hölgyre, ez az ő elképzelése. Milyen legyen ez a hölgy? Okos, szerény, inkább visszahúzódó. A te horoszkópodban a Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van. A te nőiességed, a te fellépésed, az nem olyan, mint a szűz jegyében, mert te szereted azt, ha a középpontban vagy, ha mások téged dicsérnek. Nálad van ez a kisugárzás, és az nem passzol ahhoz, ahogy ő ezt elképzeli, mert ez nem a szerénységre utal, hanem ez a kisugárzásra utal, és nem a visszahúzódó nő vagy, hanem valaki, aki mindig a középpontban van. Ha te akarod, vagy nem akarod, ez mindig így van, mert mások észrevesznek téged, és csodálnak is téged a külsőd miatt, a nőiességed miatt, a fellépésed miatt. Viszont, ami harmonikus nálatok, az a Mars bolygónak az energiája, a férfiasság a mérleg jegyében, mert az azonos. Itt egy hangban vagytok. A vonzó erő is nagy köztetek, van köztetek egy kármikus kapcsolat, a kettőtök között a hold kapcsolat, szintén egy harmonikus kapcsolat, az ő holdja, ami az ő érzelmeit mutatja, a kos jegyében van, az passzol nagyon jól a te Vénusz energiádhoz az oroszlán jegyében, mert mindkettő a tűz elemében van. Itt mutat a testi kapcsolatra is, tehát itt egy hangban vagytok. Te kettőtök közötti hold kapcsolat is jó, mert nálad a hold az ikrek jegyében van, a levegő elemében, az ő holdja a kos
jegyében, a tűz elemében, az harmonizál egymással a levegő és a tűz. Ez mutatja a testi kapcsolatot, de a könnyűséget is, így megvan köztetek ez a vonzó erő. Ha te nőiességedet egy kicsit visszahúzod, és te elgondolkodsz azon, hogy ő hogy képzeli el a hölgyet, amit ő látni akar egy nőben, az a szűz jegye. Szerény, visszahúzódó, okos döntéseket hoz, vágyik a nyugalomra, türelmes. Ha ezt ki tudod mutatni, akkor javul a párkapcsolat kettőtök között. A te horoszkópodban nem csak a hold van az ikrek jegyében, hanem Merkur bolygó is, és az elmúlt másfél évben itt haladt át Rahu, a felfele mozgó holdcsomó. Az utalt egy kiútra, újdonságokra, egy életterületre, ami számodra újdonság volt, de ez most elmúlt, ez a kármikus feladat, most új lehetőségeid vannak, van egy új kezdet, mert Rahu áttért a bika jegyébe, az hat rád a 8-as életházban 2022 tavaszáig. Ebben a 8-as életházban vannak a változások, a transformáción, a megújulások, mindent lezárni, ami nem hozzád tartozik, és egy új kezdet. Azon kívül ebben az életházban vannak örökösödési ügyek, hivatalos dolgok, és a testi kapcsolat is ehhez az életházhoz tartozik, itt lesznek megújulások. Szaturnusz bolygó egy nagy hatással van a sorsunkra, amikor Szaturnusz bolygó hat, akkor teszünk fontos döntéseket, vannak sorsdöntő változások. Szaturnusz bolygó, az a bak jegyében mozog, ez évben, meg jövőre is, az nálad a 4-es életházban van, és az utal az otthonodra, lehet egy költözködés is. És most áttérek erre a jóslásra. Mi van vele? A jelen pillanatban azt mutatja itt ez a kép. Ez őt szimbolizálja, és az azt jelenti, ő áll most a középpontban, de azt is jelenti, hogy ő egyedül van. Gyakran egyedül érzi magát. Mi a terve, azt mutatja itt ez a kulcs. Neki időre van szüksége ahhoz, hogy fontos döntéseket hozzon, amíg ő maga biztos lesz, hogy mit akar, és van egy terv. Viszont ez a kulcs jelent még valamit. Ezzel a kulcssal le lehet valamit zárni, és ezzel a kulcssal ki lehet valami újat nyitni. Itt lesznek változások, de légy türelmes, mert ő nem fogja elsietni a dolgokat. Mi áll nála a középpontban? Itt ezek a madarak mutatják a levegő elemét, kell neki a szabadság érzete, azon kívül a könnyűség, a vidámság és a beszélgetések. Azt, hogy ő mit tervez, még nem tudja megmondani, mert ő saját maga sem tudja. De ha döntéseket hoz, azt fogja veled közölni. Ki hat rá, vagy mi hat rá kívülről, azt mutatja itt ez a kártya, utal az ő kapcsolataira, és ez fájdalmas.
nincsenek harmonikus kapcsolatok, hanem viták és veszekedések, ami neki fájdalmat okoz. Mi változik nála, azt mutatja itt ez a kártya. Számára fontos az az érzés, hogy valahol megtalálja a helyét, és ott tudjon maradni. Azon kívül ez a kártya szimbolizálja a munkahelyi dolgokat is. Tehát lesz munkahelyi változás. És hogy áll hozzád? Itt lesz egy változás. Ez a négy levelű lóher arra utal egy szerencsés változás. Ő közeledni fog hozzád, és változik valami a párkapcsolat területén. Van az életében egy másik hölgy, a választ megadja ez a két kártya. A halak mutatják az anyagiakat, és ez a kártya a válást. Ő elvált, elbúcsúzott ettől a hölgytől, de még vannak itt anyagi témák. Az is lehet, hogy ez a hölgy követelőzik, pénzt akar, de ő nem fizet. És hogy tekint hozzád, vagy mi a terve veled kapcsolatban, te állsz itt a középpontban. Te fontos vagy a számára. Nagyon fontos. És nincs más az életében, aki adná a biztonság érzetét, a nyugalmat, a szeretetet. Viták, veszekedések vannak, ez a hölgy anyagilag ki akarja használni. A hölgy a múltból, mert ő elvált. És mit tudsz tenni, hogy javuljon köztetek a kapcsolat, hogy ez szebb legyen, kellemesebb, azt mutatja itt ez a lovas férfi. Az lehet, hogy te megismerkedsz még valakivel, és akkor könnyebben veszed a dolgokat, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, mégpedig az, hogy vedd kezedbe a dolgokat, és irányítsd őt. És a jövőt itt a csillagkép mutatja a szerencsédhoz, de utal arra is, hogy a sorsod meg van írva a csillagokban, a sors könyvében, és van köztetek egy kármikus kapcsolat. Én most megkérdezem az Ingát. Szeret ő téged, felvállal téged? Lesz ebből egy komoly párkapcsolat? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és hozzád áll. Amennyiben az Inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ő nem szeret téged, nem is akar egy párkapcsolatot. Ha az Inga megáll, akkor most megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Az Inga válasza a közeli jövőben, a következő hetekben, talán még a hónapokban is, hogy minden megáll, vagy nagyon-nagyon lassan mozog előre minden, de ő döntést fog hozni, melletted áll, mert szeret téged. Kedves Mirana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!